helyszínen továbbra is ott van tudósítónk György Gabriella. Szervusz Gabi, mi történik most a tüntetésen? Szervusz Kata, üdvözlöm a kedves nézőket. Folyamatosan skandálnak most a tüntetők, mert most zajlanak a beszédek. Hadházi Ákos 6 óra után nem sokkal nyitotta meg a beszédeket. Ő elmondta azt, hogy mérföldkő az, amit most az ügyészség véghez vitt. Gyakorlatilag a kormány egy Moszkvába vezető úton, egy diktatúrába vezető úton tart, és az ügyészség mostani lépése pedig egy mérföldkő. A nyílt agressziónak adtak teret, és nyílt erőszakra mondtak igent, ezzel pedig lehetővé tették az úszítást, amit például Bayer Zsolt visz véghez. Szél Bernadett is megszólalt, ő azt mondta, hogy meglepődött azon, hogy ilyen megtörténhet egy jogállamban. Azért állt Hadházi Ákos és a biztonsági őrök közé, mert azt gondolt, hogy egy nőt nem bánthatnak, de nem így történt. Pedig ők békés céllal érkeztek, azt mondta, hogy direkt felmutatták a képviselői igazolványukat, és ezért engedték be őket. Tárgyalni akartak az MTV-vel vezérigazgatójával, de erre nem kaptak lehetőséget. Cseh Katalin követte őt a felszólalók listájában. Ők azok a Momentumnak az aktivistáival együtt, ők fújták fel ide azokat az ügyeket a legfőbb ügyészség elé, amelyeket nem vizsgáltak. Azt mondta, hogy a Facebookon körülbelül 2000 komment érkezett, azokat az ügyeket sorolták a Facebook kommentelők, amikkel nem foglalkozott az ügyészség, de a festék már elfogyott, az ügyek viszont még sorolódtak tovább. Az imént Kunhalmi Ágnes beszélt, most is ő beszél, és folyamatos a reakcióit a tüntetők részéről, egyetértenek vele, úgy tűnik. Hivatalosan ugye 8 óráig tart a tüntetés, a színpadon még ott van Bőszenet a liberálisoktól, illetve Tordai Bence, valamint Gréci Zsolt, ők fognak még felszólalni. György Gabriellának köszönjük, kapcsolni fogunk még a helyszínre.